Sziasztok, Fanni vagyok, és a mai videóban megmutatom nektek, hogy milyen könyvek kerültek hozzám 2022 végén. Az előző bukholos videó óta megtartóztattam magam, és nem sok könyvet vettem. Egyetlen egyszer rendeltem, és egyetlen egyszer mentem be könyvesboltba könyvet vásárolni, de azt is úgy, hogy ajándék utalványból vettem, úgyhogy az nem is igazán számít, a többi könyv pedig ajándék volt, amit most be fogok mutatni. Persze ezen kívül vettem könyveket, ahogy láthattátok, például a szüleimnek könyvet vettem karácsonyra, de azt nem magamnak vettem, szóval az nem számít. Haladjunk nagyjából kronológikus sorrendben, hogy hogy kerültek hozzám ezek a könyvek. Miután megnéztem Andi lábját, a kiadói kerekasztal beszélgetést, rájöttem, hogy mindjárt kijön a Lorn regény, és ezért muszáj volt előrendelnem, és ha már előrendeltem, akkor észrevettem, hogy jaj, hát az új Sarah Andersen kötet is kijött, vagy ki fog jönni, és akkor már vegyünk már annyi könyvet, hogy kijöjjön a postaköltség, hogy azt ne kelljen kifizetni. És így lett 4 könyv. A már említett Romlás, amit azóta elolvastam, és sajnos nekem csalódás volt. Lehet, hogy túl sokat vártam tőle, minden esetre sok mindenki élvezte ezt a könyvet, szóval attól, hogy nekem nem annyira nagyon tetszett, még lehet, hogy jó, de sajnos nekem ez annyira nem jött be. Viszont a külcsín az gyönyörű, szóval a borító is nagyon szép, és vannak benne képek, ami miatt megértem megvenni, meg hát lorregény is van, és ez az egyetlen videójáték, amit szeretek, úgyhogy így a szívemnek azért közeli ez a könyv, attól függetlenül, hogy milyen a belső tartalom. Aztán itt van a Csodabogár, a 4. Sarah Scribbles gyűjtemény, ez is ugyanolyan cuki volt, mint a többi, és vannak benne matricák a végén, amik nagyon cukik, és majd fel fogom használni őket, csak még eddig nem tettem meg, de annyira jó. Aztán itt van a Hail Mary küldetés, az írótól már olvastam a Marsit, ami nekem nagyon tetszett, nagyon jó volt a humora, ezért amikor megláttam, hogy van több könyve, mármint eddig is tudtam, hogy van több könyve, de amikor gondolkoztam, hogy mi az, amit még így beválogassak a kosaramba, akkor azért győzött ő, mert nem sok sci-fi-t olvasok, de szeretnék többet, szeretnék jobban nyitni a műfaj felé, és ezért úgy gondoltam, hogy ez egy jó választás, mert ha már egy könyv tetszett tőle, akkor valószínűleg a másik is fog, és ráadásul ezt nagyon-nagyon dicsérik, hogy ez milyen jó, szóval nem rémisztett el a vastagsága, bár ahogy nézem, a betűk nem annyira picik, és csak olyan 500 oldal körül van, de mégis úgy, nem tudom, az már úgy 200-al több, mint ami kényelmes. De ezt így izgatottan várom, hogy milyen lesz a történetről, nem tudok semmit. Mivel már olvastam ezért tőle, ezért úgy döntöttem, hogy nem is olvasom el a főszöveget, ne spoilerezzek magamnak. És még ebben a rendelésben rendeltem meg a Vihar ígérete című könyvet, ami Vivien Holloway-nek az új könyve, ez egy fantasy sorozat első része, egy high fantasy sorozat első része. Nagyon szeretem a high fantasy-t, viszont ettől az írónőtől meg nem olvastam, de tudom, hogy elvileg jó ír és magyar, és szeretnék esélyt adni a magyar íróknak, és ezért úgy gondoltam, hogy ezzel nyitok, mivel a többi regénye annyira nem érdekelt, én nem vagyok az a steampunkos, szóval azok annyira nem fogtak meg, de ki tudja, lehet, hogy ha ez tetszeni fog, akkor azoknak is adok majd még egy esélyt. Ezután érkezett meg hozzám a Hosszú út egy kicsi és dühös bolygóhoz, amit a Secret Santa-tól, Fannytól kaptam, amit most is nagyon-nagyon köszönök neki. Ezt a könyvet pont tegnap este kezdtem el olvasni, még nagyon-nagyon az elején vagyok, szerintem csak ilyen 10 oldalt olvastam, aztán sajnos fáradt voltam, és elmentem aludni. De ma folytatom, és az első 10 oldal ígéretes volt, és mindenki nagyon dicséri ezt a könyvet, Fruzsi approved, Andi approved, és még nagyon-nagyon sok mindenki szerette a BookTube-on, úgyhogy nagyon várom, hogy milyen lesz. Ez egy tényleg nagyon várt olvasásom már azóta, hogy megkaptam, sőt már korábban is nagyon elszerettem volna olvasni. Ezt a 2 könyvet vettem az ajándékutalványból, amit egy barátnőmtől kaptam, aki egy kávézáskor oda nyomta a kezembe, hogy hát mindjárt lejár, és ő nem tudja mire elkölteni, és hát nekem nem volt probléma, bementem utána rögtön a Libribe, és el is költöttem. Az picit nehéz volt, hogy karácsony előtt voltunk, úgyhogy a kívánságlistámról nem vásárolhattam, mert pedig oda raktam fel azokat a könyveket, amiket nagyon-nagyon-nagyon szeretnék. De szerencsére volt pár könyv, ami ebbe a kategóriába tartozik és kimaradt. Az egyik ilyen a Tweet Cute,
Amiről annyit tudok, hogy egy cuki szerelmi történet, a két főszereplő két rivális éttermet üzemeltet, pontosabban a családjuk üzemelteti, és ők viszik az étteremnek a Twitter oldalát, ahol Twitch csatába keverednek egymással, és hát majd ebből lesz valami love. Ennyit tudok, és azt, hogy ezt is nagyon-nagyon sok booktuber szerette, úgyhogy szerintem ígéretes, egy ilyen kis cuki semmi nagy durranásra számítok tőle. Ez pedig a Hírvivő, azon kevés könyvek egyike, amit amikor olvastam, akkor elérzékenyültem rajta, bár már ez nagyon-nagyon-nagyon régen volt, még szerintem van 10 éve, az is lehet, hogy több. Emlékszem, hogy a Békési gyerekkönyvtárból vettem ki, vagy a Békés Csabaiból, mert a Békésiben nem volt meg. Fú, hát erre már nem is emlékszem. De nagyon-nagyon tetszett, nagyon szerettem, ez a kedvencem a négy részből, amik így összefonódnak, nem annyira szorosan, de ilyen lazán összekapcsolódnak. Az első rész az az Emlékek őre, ezt valószínű már mindenki hallott róla, ilyen kis enyhe disztópia, de nagyon-nagyon szívhez szóló, és hát nem is hosszú, és nagyok a betűk. És kíváncsi vagyok, hogy most is el fogok-e érzékenyülni rajta. És már csak a karácsonyi ajándékok vannak hátra, ezt a pakkot kaptam a szüleimtől, anyukám válogatta ki a könyveket a kívánságlistámról, és stílusosan kezdjünk egy olyan könyvvel, ami nem volt rajta a kívánságlistámon. Ez a Napsugárlány, ami egy színésznőnek az életrajza, aki a férjem védelmében és a vészhelyzetben játszott. Én egyik sorozatot se láttam, szóval a színésznőt se ismerem. Vagyis nem tudok róla, de anyukám valamiért úgy gondolta, hogy nekem ez tetszeni fog. Tekintve, hogy nem nagyon olvasok életrajzi regényeket, majd meglátjuk. Legutóbb talán 2 éve olvastam a Döntést, ami bizonyos szempontból életrajzi, bizonyos szempontból elég sok pszichológiai dolgot belerakott az írónő. De meglátjuk, adok neki egy esélyt. Maximum, ha nem tetszik, akkor felbehagyom. A következő a Juli vagyok könyvmoly, ami 2022 őszén jelent meg, és nagyon jó volt a marketingje. Nagyon-nagyon sokan dicsérték ezt a könyvet is, és azóta el is olvastam, nekem is tetszett. Nem volt tökéletes, meg volt egy-két dolog, ami idegesített benne, de aranyos volt, és hát Duma. Igen, Dumát nagyon szerettem, nagyon-nagyon jó volt. Itt van az utolsó egyszarvú, ami egy nagyon-nagyon híres fantazi. Bevallom, én ezt a könyvet a borítója miatt tettem fel a listára, ami nem ez, hanem a legújabb kiadás, ami 2022-ben jelent meg, és teljesen beleestem. És sajnos anyukám úgy döntött, hogy ez volt az olcsóbb, és nem a borító, hanem a beltartalom a lényeg. Úgyhogy ezt kaptam meg. Nem mondom, ez se csúnya. Ez is kis aranyos, csak tényleg én teljesen szerelembe estem azzal az új kiadással. Úgyhogy ez tanulság számomra, hogy legközelebb, ha kiadás miatt akarok könyvet, akkor vegyem meg magamnak. Viszont örülök, hogy megkaptam, és végül is nem véletlen lett olyan híres, szóval valószínű, hogy a beltartalom is nagyon jó, de egy kicsit most vérzik a szívem. Tudom, hogy ez nagyon hálátlanul hangzik, de beleszerettem abba a borítóba. Tehát itt van a Diótörő és az Egérkirály, ami elárulta nekem, hogy anya honnan szerezte be a könyveket, igen, a Libriből, ugyanis ez volt az a könyv, amit most így a karácsony előtti rendelések során egy bizonyos összeg felett odaad a Libri, vagy lehet, hogy egy picit pluszban kell fizetni, de nem sokat. Ez nagyon-nagyon szép kiadás szerintem, és majd, hogyha eljutok odáig, hogy elolvasom, akkor kiderül, hogy milyen. Bár ez karácsonyi történet, szóval Szentestén játszódik, tehát lehet, hogy decemberig várni fogok vele, még ezt majd eldöntöm. És végül, de nem utolsó sorban, itt van a Risporos Hétköznapok első része Budai Lottitól, ezt Evelyn dicsérte nagyon-nagyon, miatta került fel a kívánságlistámra még régebben, és most meg is kaptam ajándékba, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy éltek a nők a 18.-19. században, nagyon gyönyörű a borító, tele van képpel, úgyhogy ez tényleg nagyon érdekel, majd megpróbálok minél hamarabb időt szakítani rá. Ezek voltak azok a könyvek, amik hozzám kerültek, egész büszke vagyok magamra, hiszen saját pénzből csak 4 könyvet vettem, a többi az mind ajándéknak tekinthető,
Szóval ez elég király szerintem. 2023-ban megpróbálok majd nem több könyvet venni, mint idén. Egyébként összeszámoltam, és idén is csak olyan 50 könyvet vettem. Sőt, nem is 50 könyvet vettem, hanem 50 könyv körül került hozzám, amiből, ahogy láthatjátok, ajándék is van. Tehát annyira nem horribilis ez a szám, főleg úgy, hogy azt hiszem 72 könyvet olvastam el a MOL szerint. Úgyhogy többet olvastam, mint amennyit vettem. Tehát ez szerintem egy nagyon jó arány, vagy ha nem is nagyon jó, de nem rossz. És tényleg idén most csak ennyire próbálok figyelni, hogy ne vegyek többet. Tehát mondjuk, hogy 50 könyv legyen az, amit maximálisan veszek. És akkor az ajándékok jöhetnek még pluszba. Az azt jelenti, hogy akár több könyv is kerülhet hozzám. Nem is rossz. Meglátjuk, hogy mennyire fogom tudni betartani. Minden esetre azon igyekszek, hogy be fogok iratkozni könyvtárba, és amit lehet, könyvtárból veszek ki, hogy ezzel is kicsit környezettudatosabb legyek, kicsit pénztudatosabb, ugyanis abból sincs végtelen mennyiségű, sajnos, bár könyvekre nagyon-nagyon szívesen el tudnám költeni, de valamiből kiflit is suliba kell vinni és etetni, úgyhogy... Úgyhogy nem verhetem el könyvekre. És azon igyekszek majd még nagyon dolgozni, amiben szerintem 2022-ben is egész jó voltam, hogy ne legyenek impulzus könyvvásárlásaim, hanem csak akkor vegyek meg egy könyvet, ha tényleg nagyon szeretném, és már sokat hallottam róla. Ja, tehát tényleg csak akkor. 2022-ben ezt egész jól sikerült tartanom, talán egyedül az XOXO volt ilyen, de azt már el is olvastam, és nagyon tetszett, plusz még amikor azt megrendeltem, akkor megrendeltem mellé ezt, a gyönyörűséget, ami a leggyönyörűbb könyv a polcomon, és még nem olvastam el, de annyira gyönyörű, hogy nem bánok semmit. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és remélem, hogy találkozunk a következőben. Sziasztok!